az elmúlt év az én nekem így a költözésekről szólt. Nem tudom, hogy van-e olyan valaki, aki, aki költözött így az elmúlt időszakban. Na hát én nekem ez onnét kezdődött, hogy ismerősöm még kezdtek költözni, és felhívott, hogy nincs -e kedvem segíteni. Hát mondom, persze, hogy nincs, de mondjátok, hogy mikorra kell. Mert... Ne? Tehát hogy egy ilyet, hogy költöztetni kell, mondom, jó, mit költöztetünk? Hát műhelyt. Nagyszerű. Mondta, hogy nincsen benne sok minden, négy dolog van, ez négy darab a gépet jelent nem sok, az igaz, végülis a legszolidabb volt egy ilyen 130 kilós példány, és hát így körülálltuk, erre mondta egyik ismerősöm, hogy az ilyeneket én azért merem elvállalni, mert nem látom, hogy milyen baromi nagy a feladat. hogy... <coughs> <coughs> Na mindegy, megbeszéltük, hogy megyünk, találkozunk, jó. Most nem tudom ki az, aki költöztetett már ilyet. Tehát ugye, hogy néz ki az esztergagép? Középen egy ilyen nagy tömör bumsz, és mindenféle ilyen csingi lingék állnak ki oldalt. Tehát ugye megfogni esélytelen, mert az letörik. Tehát a gép az rohadt nehéz középen, de a végén nincs rajt fogás. Ugye alul van, az meg nincs kiegyensúlyozva. Hát így próbálkoztunk, hogy valami kis gurtnit esetleg alá csúsztatni. Hát rájöttünk, hogy ez végső soron nem megy, úgyhogy ketten körbeálltuk és felmarkoltuk, mint Farkas Flóriánék az eu támogatást. <síns> És ugye velük ellentétben mi próbáltunk úgy helyezkedni, hogy a másiknak jusson belőle a több, de rá kellett jönni, hogy az Eszterga gép a világ legdemokratikusabb dolga, tehát néz ott bárhol fogott. Tehát, hogy végső soron sikerült kiügyeskednünk a műhelyből, és bevisszük, hát mondja a srác, hogy nagy része a garázsába kerül, mély garázs, nagyon jót kipakoltuk, de hogy az egyik, az be kellene, hogy kerüljön a lakásban, most konkrétan egy társasázról beszélünk, Végül is ott nagyon jól elfér egy Eszterga gép, ugye? Még haszna is van, ha a szomszéd zongorázna esetleg. Hát, tehát, hogy az akármilyen zongorát el tud nyomni. Na, lényeg az, hogy hát vigyük fel negyedik emelet. Nagyon jó. A lift ajtó a 150 centi széles, a gép pedig átlóban is 158. Tehát, hogy esély nincs bevinni, negyedikre így lehet ugye föl sétálni vele, közbe figyelni, hogy a falat ne üssük rá. Hát igazából inkább a tulajdonos szerettük volna nem tudom, hogy ki az, aki... Tehát én elgondolkodtam, hogy ott vajon a szomszédság tényleg mit fog szólni, azt a gépet ő beröffenti. Tehát, hogy neki voltak ilyen tervei. Nem tudom, van-e, aki ilyen lakótelepi lakó? Ugye? Tehát a panel lakás az öreg asszonyok Facebookja tulajdonképpen. Nem, mindent megosztasz a közösséggel, ha akarod, ha nem. Tehát, hogy ott ugye azért minden meg. Annyi, hogy ott előrébb tart a fejlesztés, ott már megvan a dislike. Tehát ugye ez a, a függőleges radiátorcső történő döngölésével kerül ugye kifejezésre, a kommenteket meg a WC-n tudod négy emelet hosszan reggel végig hallgatni. Lakótelepeken alakul ki az emberekben, hát én csak Marika néni reflexnek hívom, tehát ez a hazamész és ráfordított kettőre helyből az ajtót, mert ugye mi történik? Tehát van minden házban, van az a típusú szomszédasszony, aki otthon érzi magát, nálad is. Tehát, nem? Tehát, hogy amelyik ajtó nincs kulcsa zárva, az nyitva van, koncepcióval megy. Az ember hazaér, ugye hosszú munkanap után, elkezd vetkőzni, így száll gatyában, pucsítasz az ajtó felé, és akkor meglebbent hátulról a húzat, és vigyorog a szomszéd asszonyat mögötted. Nem? Tehát, hogy Jó van, akkor nem csak én jártam így, az idő folyamán ezek szerint más is már megtapasztalta ezt az élményt. Úgyhogy ugye lakótelepeken alakul ki ez a Marika néni reflex, tehát hogy ráfordítod mindenféleképpen legalább kettőre. Ugye ott mindenki tud mindenkiről minden. Ha most, ha én megjelenek onnétól kezdve, ugye én leszek a legfőbb beszédtéma, mert hát csodabogár. Egyik részről ugye ki kell beszélni, sokan irigykednek, hogy milyen szép hosszú botja van. Hát, na, 140 centivel könnyű fölvágni, tehát valóban Ugye azért azzal sok mindent el tud az ember érni, viszont sokan nem szokták meg, hogy ez a hossz egyenlő azért látó távolságon. Ma, tehát ugye, ha megyek és jönnek oda, hú, isten majdnem neki, mert hát mondom, a csókolom majdnem nem számít, ugye ezt tudjuk, hogy nem? Tehát ugye majdnem ebből nagy baj még nem lesz, és akkor így elkezdem elmagyarázni, igen, csókolom, ez azért van, tetszik, tudom, oda kell menni, hozzá kell érni, hogy az akadály ott van, azt így tudjam. de én az asszony severem otthon, csak alaposan körbenézem. Tehát, hogy... nincsen vak komondorom semmire amire ráfogjam csak vak vezető, de hát kutya, kutya, de ugye ennek nálunk történelmi hagyományai lesznek lassan, és ugye ott mindenki tud mindenkiről minden, és van az a szituáció, amikor el kell menned a házi orvoshoz, na most a házi orvost minden érdekli. Hogy van az alattad lakó, a fölötted lakó, mikor láttad őt utoljára, mikor jár felé, az, hogy te neked mi bajod van, az általában nem szokott előkerülni. Na hát én szintén egy ilyen félig meddig költöztetős feladatban voltam én behúzva egy-két évvel ezelőtt, betont kellett hordani. Ugye ez ilyen megint, hogy kérdezték, hogy hát, mert nem látod, Hát hogy azt nem nézni kell, nem fogni. Tehát azra vagyok meg, én hiába néztem, nem mászott föl magától, pedig próbálkoztam elég sokáig. Ezt torkon kell ragadni, föl kell vele slatyogni. Második emelet, csiga lépcső ugye belváros ilyen jó kis belmagasságú épület, szűk egy tonna felszalad, azzal még nem is volt baj, a probléma ott kezdődött, hogy egy néhány nappal később, körülbelül kettővel jelentkezett egy korábbi túlterhelésből adódóan jó, tünet sor, hogy elkezdtem a bal oldalamat, konkrétan a bal lábamat nem érezni. Ez úgy derült ki, hogy akkor még szent semmilyen napján, vasárnap is nyitva tartó Tesco-ból így haladtam kifelé, leléptem a kétszer-három sávos úton, és azzal a lendülettel hasaltam végig, én pislogtam jobbra-balra, mint teknős a páncéli alól, a nagy hátizsákom alól, előbb-utóbb az autósok idegesek lesznek valamint. Mégis csak csinálni kéne, átkusztam a túloldalra a lapos kúszásban. akkor jöttem rá, mire valók az útszélen a demszki karók. Tehát én annyira részegen még nem mentem haza, hogy azokba kelljen kapaszkodni, de nagyon jól föl lehet mellettük állni, tehát tisztára egy ilyen ö, sétapálca élmény. Na, kújszokott fölfelé, oda jött nagyon aranyos nénike, én sokat szoktam őket bántani, ugye most itt az öregasszonyok Facebookjával is, el szoktam mondani, hogy olyan 60 felé a nők ugye három kategóriára oszlanak. Tehát van ugye az idős hölgy, akinek az ember kihúzza magát, előre engedi az ajtónál, nagyot köszön, aztán van az öreg néni, ugye az aranyos kis, kis gombóc, mindenkihez van egy kedves szava, olyan tipikus nagymama, az ember utána szalad, elveszi tőle a szatyrot, de nem azért, hogy a pénztárcát kiemelje belőle, hanem hogy feladja a buszra. És ugye van az öreg asszony a T72-es rangjelzésű bevásárló kocsival, amikor neki nekilódul a piacnak, és az Isten óvjon mindenkit tőle, hogyha az útjába kerül, miközben akciós a farhát, tehát hogy nagyjából... Ugye ez a kategóriás, úgyhogy én sokat szoktam őket bántani. Na most itt oda jött a középső kategóriás, amikor én kúszom fölfelé az osztopon, Hely, fiatal ember, hát, rosszul van. Ahol nem, nem kezét csókolom, csak nem tudok felállni. Hely, ember, segítsek, felállítsam. hol oh, a azok az idők már elmúltak. Na, ő nem szórakozott rajta ilyen jól, én két hétig eléldegéltem ezen a poénon, zseniálisan. Két hét után viszont jött az abszolút megaláztatás, ugyanígy egy kétszer háromsávos úton kúszok át. két kétharmadnál jártam az oszlopon, tehát már majdnem alkotmányt módosíthattam. Nénik egy odajön, hely fiatal ember, rosszul van beszélget, és szó szerint lezajlott odáig, hogy mama azok az idők már elmúltak. Néni tündérje rám, hogy aztán nem mondja, és melyikünknek. És ugye erre nincs jó válasz, tehát, hogy egyrészt, mert ő akkor magasabban van még, tehát, hogy én meg még elfutni se tudok. Ugyanebben az időszakban jártam, ugye egy nagyon aranyos 80 éves néni jött, és ő elmondta, hogy 80 éves jött segíteni. Na most hát gyakorlatilag próbálom, így mozogtam, tehát ilyen, mint aki mindjárt összecsinálja magát, típusú élmény. Néni, oda jön belém, Karol, és így elkezd szaladni. Hát én végig kúszok utána. Jöjjön fiatal ember, jöjjön nyugodtan, nincs akadály. Mondom, én csak ha tudni. Úgyhogy egyből föl is bennem, ugye, hogy azok az idők már elmúltak, csak hát, hogy, csak hát, hogy kinek. Annyira jó, amikor ilyenekre megy az ember. Én voltam egy fotózáson, ami hát kötelező volt, egy ilyen színházi fotózás, minden, amit el tudtok képzelni, tehát, hogy stylist, öltöny, smink, hosszú papírok, ilyen mesterséges háttér, beállok középre, fénybeállítás, 20 percet tart az előkészítés, fotós beáll a kamera mögé, Ezt ilyen, na, akkor most viselkedjél természetesen. Hát mondom, Levente, drága, ez annyira teljesíthető, mint amikor a 130 kilós urológusom egy recsegő gumikesztyűvel a hátam mögé belesközött, hogy ne szorítson. Hát,